Az Aquitál FC Csákvár vezető edzője Visinka Ede a Deac ellen nem számíthatott a sérült Baranyai Ádám és Csató Martin játékára, de a Daru, Sejben, Vaskó 3-as is csak a kispadra ülhetett le kisebb sérülése miatt. A debreceni csapatnál visszatérhetett a sárgalapos eltiltását letöltő Orosz Marcell, de ezúttal kimaradt a keretből Spitzmüller István. A mérkőzés első 10 percében két veszélyes elfutása is volt a vendégcsapatnak, de ezekből nem alakult ki komoly helyzet. Az Aquitál FC viszont első lehetőségét gólra váltotta. A 12. percben Albert István felívelése után Gambayer támadta Oroszt, akinek mellkasáról Madarász Márk elé került a labda, aki jó helyzet felismeréssel szintén mellkassal szöktette magát, zicserbe kerülve ezzel. A hazaiak középpályása nem is hibázott, biztos lábbal lőtt Zöldesi Illés kapujába. A folytatásban a Deac ugyan valamivel többet birtokolta a labdát, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani. A 39. percben aztán nagy lehetőséget hagyott ki a hazai csapat. Albert indításával Major Gergő ment el a jobb oldalon, centerezése Gambayer találta meg, aki 12 méterről kapásból a Léc fölé lőtt. Egy perccel később Mim Gergely remek labdát tálalt Major elé, aki futtából lőtt is, a rövid sarokra tartó próbálkozás pedig kis híján megtréfált a zöldesi kapust, akiről végül szögletre pattant a labda. A második félidő első helyzete is a hazaiaké volt, Mészáros tört be a 16-osra a jobb oldalon, jól gurított középre, az érkező Madarász lövését ugyan blokkolták, ám a visszapattanó labdával Madarász ismét helyzetbe került, Zöldesi az utolsó pillanatban kotorta el a játékszert a hazai középpályás elől. Az esetet követő szöglet után Mim fejesét is védenie kellett a debreceni hálóőrnek. Az 59. percig kellett várni a Deac első, egyben utolsó kaput eltaláló lövésére, ekkor Sárosi Norbert 19 méteres próbálkozása megpattant tányéroson, az ellenkező irányba induló Markek Tamás azonban visszavetődve kiütötte a hálóba tartó labdát. A 69. percben Kocsis Bence tállalt Gambayer elé, aki spiccel lőtt is, ám középre tartó labdáját könnyedén védte Zöldesi. 6 perccel később megfogyatkozott a Deac, Kundrák Norbert hokis módjára palánkra lökte az őt szerelő Nándori Botondot, a játékvezető pedig második sárgalappal kiállította a vendégek játékosát. A Deac ember hátrányban sem adta fel, a 79. percben Zachán Péter beívelését Ibrahima Szidibe fejelte el keresztbe a csákvári kapu előtt. A meccs utolsó helyzete a hazaiaké volt, László Noel beadását Daru Bence bólintott a kapura, Zöldesi bravúrral tolta ki a sarokba tartó labdát. A vége így maradt 1-0 az Aquitál FC Csákvár javára.